sok szempontból kedvező ez az időszak, ez a környezet, hiszen jól működő IPO piachoz nyilván két dolog kell alapvetően, a befektető és a vállalat, ami finanszírozni akarja magát IPO-n keresztül. Úgy gondolom, hogy Magyarországon ma jó pár olyan cég van, akár halva az elmúlt időszak sikersztoriait, illetve exitjeit, hogy van Magyarországon olyan cég bőven, bőségesen, akinek van olyan sztoria, amit akár a tőkepiaci pénzügyi befektetők is megvennének. Idézőjelben az IPO-n keresztül is lehet ezeket a cégeket finanszírozni. A másik oldalt, ha nézzük, a befektetői oldalt, ott is elmondhatjuk, hogy van bőven rendelkezésre álló tőke, elegendő csak a 5000 milliárd forintos befektetési alapállományra gondolni. Hát igenis, hogy rendelkezésre áll az a forrás, amit az IPO piac felé is lehetne, sőt kellene terelni Magyarországon. Pontosan abból kifolyólag, hogy viszonylag komoly tőke gyűlemlet most már fel, akár a magánbefektetőknél, akár az intézményi befektetőknél, számítunk arra, hogy ez az előbb-utóbb az IPO piacon is lecsapódhat. Van bizony jó néhány olyan cég, akikkel közvetlenül is tartjuk a kapcsolatot, akik fontolják azt, hogy akár tőzsdén keresztül keressék a finanszírozást. Ezek nem feltétlenül csak nagyobb cégek, lehetnek kisebb cégek is. Ez nem érethez kötött, hogy alkalmas egy cég tőzsdei finanszírozása vagy sem, az inkább ez egy vállalati kulturális kérdés, hogy készen áll-e arra, hogy a nyilvános tőkepiaci működés feltételének megfeleljen. Ez lehet kisebb cég is, lehet nagyobb cég is. De tény, hogy azért dolgozunk is, és ezért kell az egész tőkepiacnak dolgozni, hogy ezek a cégek, akik forrást keresnek, azok lehetőleg a nyilvános tőkepiacon találják meg a számításukat. Jó működő tőkepiacon helye van mind a kockázati tőkefinanszírozásnak, mind az IPO, tehát a tőzsdei, nyilvános tőzsdei finanszírozásnak. Ez a kettő valamilyen szinten egymásra is épül, hiszen ha megnézzük a fejlettebb piacokon, azért a tőzsdei bevezetések mögött nagy részt kockázati tőketársaságokkal, már finanszírozott társaságok állnak, de emellett természetesen valamilyen szinten konkurenciája is egymásnak ez a két piaci szegmens, de egy nagyon komoly összefonódás van a kettő piac között, egymás nélkül nem tudnak igazából létezni. Magyarországon ennek milyen jövője van? A rengeteg Jeremy alap nagyon sok befektetése előbb-utóbb egy pár éven belül szembesülni fog azzal a kérdéssel, hogy ebből a befektetésből exitáljon, és ekkor legkésőbb elő fog jönni ez a kérdés, hogy vajon van-e olyan nyilvános tőkepiac Magyarországon, ami fel tudja ezt szívni. Szerintem ez a gazdaság, nemzetgazdaságnak mindenféleképpen az az érdeke, hogy ez a tőkepiac addigra képes legyen felszívni ezeket a társaságokat, mert a sikerfokmérője nem az kell, hogy legyen, hogy hány társaságot adtunk el egy külföldi nagy stratégiai befektetőnek, egy M&A tranzakció keretében, mert ez a társaság onnantól kezdve már nem feltétlenül a magyar gazdaságot fogja szaporítani, vagy a magyar GDP-t, a magyar foglalkoztatottságot fogja emelni, hanem külföldön fogja majd ezt megtenni. Tehát nekünk mindenféleképpen az kell legyen a célunk, hogy ezeket a cégeket egy szervesen fejlődő magyarországi független nagyvállalatokká növeljük.